Üdvözlöm mindenkit, Kornél vagyok, ez pedig ismételten Terraria. Ez nagyon jó, de mindegy. Hódoska nem vész vissza ide, este maradjam. Tudom, elég volt már Terraria rész, de úgy éreztem, hogy lassan majd én megcsinálni. Mózes az elmúlt pár napban eléggé jól haladtunk multiplayerbe. Csendben, jó karaktert ez ilyen fura kitolt már. Elég csúnyán kitolt. Ezt pedig most hoztam létre. Csinálok egy új világot. Legyen közepes. Nem tudom a nagyvilág hibáit. Nem akarok még egyszer nagyvilágon játszani. Csak ha már csak hogy felfedezni akarok, de bányászás miatt nem nagyon éri meg. Legyen a neve. És akkor... Most tanulom hibáimból. Cornel Vestera. Terraria. Rendben már eléggé... Tapasztalva a Terrariában, nem úgy, mint régen, akkor még csak ott legyőztem a Demonity, utána meg pingolnám most semmiről. Szóval azt hittem, már kitoltam eléggé, de kiderült, hogy abszolút nem. Na mindegy, közepes vágok, de én ne rálok, az ilyen 10 000 lábnyi az egész kámbe, vagy kicsit több. Smooth-osan meg kiderítettük, mert elindultunk mindkét irányba dungeon-t keresni. Szóval hát Smooth is találta meg az egyiket. A másik pálya meg én a másikat, tehát így véletlenszerűen. Mert egyik irányban van egy levegő dungeon, ami a levegőben van. Másik irányban pedig van egy ilyen rendes dungeon. És az nem a levegő dungeon, az nem is dungeon, hanem az sziget. Levegő sziget. Egy nagyon értékes fegyver van. Én levegő szigetet még nem találtam, sajnos. De nem tudom, hát nem lehetsz találva is. Másik irányban tudja, hogy az van, de... Nem sikerült megtalálnom, mivel nem jutottam fel olyan magasra meg. Hiába volt ilyen meteor sútom, amely visszapattan a tárgyakról. Szerintem egyszer képes visszapattani, vagy kétszer nem tudom, de visszapattan, azzal se találtam mindagyon. De itt ilyen 10 lépésen felütt, az sem ennyi. Szóval, bízok inkább a földi dungeonökbe, Skeletronba. Aj, de rég, kezdtem már. Már alapvilágot olyan pár napja mindegy sorozatra már régen volt ez Terrariát van most kedvem csinálni nyugodjatok meg prototype továbbra is lesz a HD-t én nem csinálok maximum prototype-ból sem egyszerűen jó talán prototype-ból igen de Minecraft-ból Terrariából egyszerűen kibírhatatlan a HD felvevés olyan szinten lefoglalja a gépemet 4 órára kész hát hazérek hogy mikor, 3-kor belülök a gép elé, és max, nem tudom meddig szabad, maximum 9-kor szabad, de ad is csinálok mást. Na jó, vegyünk egy alapot, felveszem a HD videót, 20 perces, 15 perces, jó, 15 perces maradjunk annyiban akkor inkább. Tehát 15 perces videó, azt a, mire lekonvertálom az így HD-ban már alapból 4 óra, az azt mondja, minden időm elmegy, a feltöltés, és meg nem bírom megcsinálni még aznap, csak másnap. Tehát valami elképesztően lefoglal mindent, feltöltés meg hát az egész család netét lefoglalja, mivel egy helyről megy a net, mégpedig az én helyemről, de ez tök mindegy, hogy honnan megy, attól még ugyanúgy lefoglalja. Szóval ez nem jó. Kicsi slime. Ó, tü-tü-tü-tü. Inkább nem kezdek el itt erre, ilyesmi zut énekelni, ne-ne-ne-ne. Bekebeleztem egy gombát. Hallottátok, hogy 1.9-ben, a Minecraft 1.9-ben elvileg lehet gombatehén? Gombatehén, igen. Azt a büdös. Nocs, te egy elmebeteg vagy. Kínzott szegény teheneket, így gombát ültetsz rá, ilyen biológiailag, ilyen génhibas teheneket hozol létre, te nocs, hát. Jaj, na mindegy. Kivágom ezt a sofát. Mert is tudjátok már. Ahogy rájöttem meg mire jó, el lehet ütetni belőle a fát, és akkor lesznek. És akkor azok kinőnek. Vagy nagyra, vagy kicsire, vagy közepesre, az lényegtelen. Kinőnek akkorára, mekkorára gondolják, hogy kinőnek. És ha tetszenek a videók, akkor ne felejtsétek őket lájkolni, mert... És történt egy furcsa jelenség. És legalábbis valami nem történt ilyen. YouTube-ek vagy a franc tudja mi. Mindegy, a lényeg az, hogy... Hát, hogy is mondjam... Nem tudom, van az új Minecraft-os videó, ami eléggé szar lett, ahogy elnézem. Nagyon-nagyon rossz lett, 3...
Na, tegnap még 4 like volt rajta és 1 dislike, meg már 3 like és 1 dislike. Ez előfordulhat az, ha illető like volt, hogy nálam úgy dislike vagy, vagy mi. Nekem ez ugrik be belőle, mondjuk akkor kéne visszaesni a like-nak, de nem értem ezt a YouTube-ot. Annyira nem érdekel, nem tetszik nekik, akkor nem tetszik most. Akkor szar videót csináltam, azt csókolom. Mint hogy észreveszem, nem nagyon szeretitek a videóimat. Prototype-osokra azért megvan a hangulatotok, de igazán lehetne Terraria-ról, hogy Minecraft-ra is. Legalábbis remélem, hogy Terraria-t már legalább szeretni fogjátok. És régen is szerettétek a maga módján. De most már kicsit jobban játszok, nem úgy, hogy kiadjam az egészet. Á, nem, most már nem. Ezt lecserélem. Igen, még csak egy ilyen füttyös részcsárkányunk van, mondjuk jobb egy rövid ideig nem lesz. És karot fogok csinálni, amit lehet. Amúgy nem tudom, ki tudja, de a Terráriában vannak meteorok. És egy észre zenét kéne bevágni, de fogok megkeresni, mert tudod, hogy valami űrlényes videóban van. Hát igen, félek az ilyen űrlényes videóktól nagyon. Tudom, hogy nem léteznek, de ennyire fosatnak a képeik. Hát hiába, aki fél, az fél. És én... hát ebben meg... azt jelennek, ami nem túl jó, remélem nem nagyon halljátok. Gyere, slime! Játsszuk le! Mondom, játsszuk le azért. Jaj, Mózes, sem emlékszem, hogy Blood Moon túl lesz, mert minden. Jó, benyomtuk a Battle Bot-it, az megduplázza azt hiszem a szörnyek spawnolódását. Jó, aztán meg bejött a Blood Moon, mondom, te jó Isten. Az brutális volt. Blood Moon is volt, meg még Battle Bot is. Ezt kikészítünk majdnem, de szerencsére nem. Az eléggé csúnyán. Erősek voltak ott. Nem tudom, felvétel miatt ilyen lassú ez? Hát talán gyorsabb a görgetés. Na mindegy. Annyira nem izgat. Igen, gyorsabb szokott lenni. Vártok csak, feljebb rakom az FPS-t egy kicsit. FPS... Nem, itt van movegizban, van 50-re. Na egy is olyan annyival fut, na mindegy. Kis Terraria az egyszerűen nem bír mással, mondjuk lehet, hogy csak... Ja, itt van. Lehet, hogy csak elég lenne újraindítani a felvételt, azt mindjárt meg is ejtem na egy pillanat. Na, itt vagyok újra, most már... Jó, most már gyorsabb. Na így, nem kell nekem, hogy 30 FPS-re lekorrátolni, mondjuk így egy kicsit más lesz, úgymond. De nem fog annyira lassan menni a Terraria, és ez... Hát nekem jobb lesz, meg lehet, hogy nektek is. Mindegy. Szerintem megcsinálom a falat. Nem tudom, miért csináltam akkor alsó tért. Lehet, hogy itt lesz a raktár. Ezt akkor itt lesz egy csomó láda. Egy idő után már állázni kell ezeket a dolgokat. Annyi lesz belőlük, ott csak na. És majd farmolunk egyszer démonitot. Az nem most lesz, de majd egy démonit farmot be kell indítani. Az tényleg ám hasznos. Sokat annak érte a kereskedők. És akkor azzal bevásárolsz, hogy minden. Igen, inkább démonitot érdemes eladni, azzal rengeteget lehet keresni. Hú, de a meteoriten milyen keveset akartak adni a kis szemetek. Nagy tök sikit hiszettem a falat, hogy rendesen bebírjam faladni ezt az egészet. Aztán meg az lesz, hogy nem spawnolnak be a kereskedők, meg nem is bírom letenni a ágyat, meg gágy se jön be. Igazán engem nem zavar, hogy nem jön be a gágy annyira. De, azért értitek. Ajtót berakjuk, jó van, ezt a wood volt, eltesszük. Teszem egy néhány ilyet. Ezek is rakok fakjákat. Ígyni. Váó, még fát is megcsinálom festfelmet. Hát így az első részén gyors kis építkezés lesz. Amilyen nem bánjátok. Hopp, hopp, slime macska. Yay! Hát igen, ez a kar még eléggé lassú. Nekem murlamasám volt. Fú, az valami brutál kard. Istenem, az... Mózesnek vadadtam a lézerkardon, és akkor mondom neki, mostantól az ifjú padvánom lesz-e. Mondja, jó van, azt
után jött egy ilyen természetkereskedő csajszi, magukat árul meg ilyen természeti fegyvereket, és akkor volt nála egy olyan, ami 20 aranyba került, és mindjárt mondom, csak ezt a szlájmot így kell hittatnom itt gyorsan. És lehetett vele enelni a dörp rakkokat. És akkor Mózes megveszi, mondja, most már igazi padavánod leszek. Mondom, miért? Mert úgy most már megtanultam az erőt használni. Például a dörp rakkot, azt nekem bassza. Kicsit megsebzett. Ahogy rájöttem, hogy a csillagok mégis sebzik azt, akire ráesik. Ez komoly. Egyszer egy zombira leesek, egyszer megyek, jól ölöm a zombikat, ahol leesik a csillag. Ott volt előttem is. Látóterén kívül is, ott szétocsant egy zombi. Hát igen, elég brutálisan csapódnak a csillagot, de majd csinálni kell egy platformot jó magasra. És akkor majd ott kell izlélni, csillagokat gyűjteni, ahhoz sok-sok fa kell. Hát remélem valami jót magyarázok most nektek, és hát ezzel elbírom ütni az időt egészen addig, amíg be nem gyűjtöm ma az elegendő mennyiségű fát. Ugye csak slime macska? Hát igen, ilyen picurka fakardom van. Ez nagyon pici. Na, gyors sebesség. Ez gyors. Na mindegy. Muramásához képest ez semmi. Aki nem tudja, mi az a Muramásának, elmondom, hogy ez egy ilyen kék kard. Ilyen full kék kard, én egy dungeonnek az, tehát ilyen fenti dungeonnek az aranycsesztjébe találtam meg, amelyhez kell aranykulcs is már, szóval. Ott nekem dungeon slime dobta, de a dungeonben lévő lények is dobhatják. Na, és akkor az a lényeg, hogy abba találtam Muramasát, az egy lézerkardon volt, egy sárga. De az tényleg lézerkard, még lézerkard hangja is van, és így züm, és így züm mögött. Jó van, kiveszem. Folyamatosan lehet vele ütni, tehát nem úgy, hogy egymás után kell nyomkodni a támadó gombot, hanem így folyamatosan. Jó, akkor üt vele, és játék. Leggyorsabb kardja, tehát egész játékban a leggyorsabb kard. Leggyorsabb fegyver is lehetne, de sajnos a mini sárk, ami ilyen gépfegyver. Mózesnek az volt az gyorsabb, nem egy az így elképesztően gyorsan lő, de az gyengébb is, meg hát az a gépfegyver. Tehát akkor jó is kell bele, nem is kevés. Nem tudom, majd egyszer csak egy olyan rész, amiben vadászok a meteorokra. Ez egyszer lesz majd Space Gunom. Ez eléggé jó. Hoppáré. Hát a Space Gun az nem használ lőszert, azonban a manát fogyasztja, tehát azokat a kék csillagocskákat, amik itt vannak fent elvileg, de most nincsenek. Mondjuk nem tudom, hogy kurzor látszódik-e a videón, azt már elfelejtettem. Látszódik, mindegy a szív mellett van, és akkor ott fent ilyen kék csillagocskák, azok jelzik a manát. Egy kék csillag az 20 manát jelent, és hát 10 csillag segítségével töltetünk fel 20 manát, tehát adhatunk azot, hogy... Az a maximális manánkat, hogy mindegy, azzal növeljük a maximális manánkat. A sima csillag meg 20-szal visszaregenerálja a manát. Tehát van különbség, nem összetéveszteni. Na most kimaradok éjszakára is, mert ami komoly baj csak nem történik majd. Egy idő majd el kell helyezni fákat, mert nem nagyon akarok elszaladgálni, mondjuk ide érte. Gyerekénytelen ezek már a fák nagyon lassan nőnek, azt itt nincsen olyan bombmill. Nincsen, itt megdolgozol a fáért. Szóval majd, ha megépítettem a házat, ennek a résznek annyi is lesz. Ez egy gyors is az építés. Megcsinálom a kereskedőknek a helyét. Azt akkor már minden meg lesz, na most már hivatalosan éjszakon, és jönnek a zombik. Meg egyéb szörnyek. Ez a slime-macsa csak úgy elvétve talált ide. Még fakarral nem a legjobb harcolni. És akkor Mózes megkapta a lézerre, ez nagyon jó. Az nem lehet fontosan ütni, de 21-et sebez. Többet, mint a Muramasa, de sokkal lassabb. Muramasa nagyobb is. És van a Night Edge, azaz az éjszaka pengéje, azt hiszem így kell lefordítani. Én az Edge az éjszakai, az penge. Nagy pedig éjszaka, de mindegy, lehet, hogy rossz mondtam Edge-t, de én nem vagyok nagy angolos most még egyelőre. Az a lényeg, hogy az az éjszaka pengéje. Kell hozzá Muramasa. Egy dzsungelkardom 29-et sebez, de lassú. A Hellstone kard 34-et sebez, lassú, és aztán fel is gyújthat. Ezt nem tudom, de valami esélye felgyújthat, legalábbis ott van valami írva neki, valami firei. És kell hozzá a Muramasa, meg még egy kard, igen, meg a démonit kard. És szörnyeltánál lehet megcraftolni. Azt hiszem 41 a sebzése, nem, már több a sebzése. Ami 48 most már, azt hiszem. Tehát eléggé erős kardról van szó.
Mondjuk sok fegyvert nem vettem észre, hogy van több a sebzése, mint amit a Wiki kiír, mert hát ezt még régen készítették, és lehet, hogy azóta megnövelték a sebzéseket. De amit sajnálok, hogy Cthulhunak az életerejét levették. Tudom, az ilyen dolog nem sajnálatos, mivel hát jópi, könnyebb lesz megölni, de nekem nem túl jó. Mert 2800 életen nagyon könnyen meg lehet ölni. Potik nélkül is már egy idő után. Csak kell hozzá egy platformot, mondom magasba, és akkor elbírod kerülni a támadását. Azt nem kell fogom, hogy gyártanom. Mindegy, hogy követjén szereznék minden. És hát most éjszaka van. Na majd szerzünk követ, az... Nem lesz problémánk itt kővel. Van itt kő. Egyre bánni ezt még annyira nem akarok most első részbe. Egyesen készítem a követ. Kár itt kőből nem lehet tudszakat készíteni. Azért nem kis pályán nyom, mert az meg már túl könnyű. Mentem egy percet kis pályán, már is találtam három arancsesztet, meg jó pár sima csesztet. Így lementem egy szintet, az már is ott volt a következő cseszt. Ilyen öt szívet. Elképesztően gyorsan lehetett megtenni a cuccokat, és ebből adom azt mondom, nem izgalmas. Közepesen még nem lehet olyan túl gyorsan, de hát itt már azért van kaland, de nagyon meg túlságosan is sokáig tudom megtalálni, tehát ez a gond a nagy pályával. Egy idő után költözök a nagy pályára, ha ezt a pályát kifogyasztottam nagyjából. És akkor majd ott elérdegélek. Ha ezt tudom kiszedni, az rémes lesz. Nem lesz egy olyan túlságosan boldog dolog. Majd megtudjátok miért, mert lába jön belőle, így előre megmondom. És a tapasztalt a terráriások ezeket már biztos, hogy tudják. Mondjuk obszidian potival meg lehet azt oldani, hogy immunitus legyen a lábára. Ezt azt hittem, hogy ezt az obszidian skullal is meg lehet oldani. Ezt kell 20 darab ilyen obszidian. De azt hittem, hogy immunis a fire, tehát tűz ellen, és akkor azt hittem, hogy ez az a lávába is beletartozik, de nem. Csak a hellstone ellen immunis, tehát nem a lávája ellen a hellstone-nak, mert a hellstone az megéget, ha hozzáérsz, ha nincs obsidian skullod. Tehát elkezd égetni, tehát ebből adódóan eléggé hasznos. Obsidian lejártani megint egy másik téma. Csinálok egy kemencét gyorsan. Furnace. Mód is meg volt, hogy volt kb. Ilyen 50 elstone-unk, azt akkor csinált belőle egy díjat. Hát nagyon jó főleg, hogy a legtöbbet én gyűjtöttem ki belőle. Jó, bocsánat, hogy ennyit mesélek itt a multiplayer-es dolgokról, de hát valamiről beszélni is kell. És hát szerintem ez egy ilyen helyét megálló téma. Dik! Á, megöltek. Túl erősek a zombik. Azt jönnek egyre többen. Ez nem lesz jó. Jó, most már igazán termelődhetnél. Na, Csőgájd. Te nem akarsz bejönni a házamba? Itt olyan nincsen wooden table. Nincsen neki asztal, meg szék. Ma az is kell neki. Hát tudjátok, mit zombik? Ezt be fogjátok nézni. Mondjuk kár, hogy most nincsen dinamitom, egy gránátom, vagy valami bombaszerűség. Az is sokat segítene. Dik az egy okos zombi, elkezd kifele menni. Menekülsz! Úristen, ezek többen vannak! Egynek néztek ki, de ugye most egynek nézett ki ez a zombi, de ez kb. Ilyen 3-4. Hát igen, előfordulnak ilyen félrenézések. Rendben. Itt mondjam, itt ez a közepe tetőnek. És akkor itt fent lesznek a kereskedőknek a helye, ez olyan átlós építési stílus. És akkor csinálják úgy, hogy alulra a főhelyet, felülre pedig a kereskedőknek a helyet csinálják. És itt csinálom, nem kopizásképpen, de ez tényleg a legegyszerűbb megoldás. Rendben. Ezt így ugye megcsináljuk. Még egy, kettő.
kettő, és akkor így tökéletesítel is férek majd. Csinálok egy platformot, és kettő platformot, és akkor így fel rossz helyezettem le. És így már fölle bírunk ugrálgatni rajta, mindenféle komolyan gond nélkül. Mindjárt betesszük mögé a falat, meg minden egyebet. Jó, hogy meghagytam a falat, nyakláncot fölveszem. Ajajajaj, ez kicsit... túlment a kelleténél. Tudom, hogy szemetek a falla, de legyen már igényes akkor, ha egyszer megcsinálom. Bizony ez igényes lesz. Hát olyan nem csak egy kereskedő, hanem sokkal több kereskedő is van. Már csak a sima alapkereskedő, de van rengeteg féle. És hát meg van rengeteg féléből kell jó pár, mivel általában nem a sima kereskedő árulja itt a legjobb cuccokat. Az árul egy párat, az kész. Talán elmessze a felébe velük, mert nem járnak sokat. Alapkezdésnél jó, hogy ad glove, hogy lehet nála venni glove sticket egy idő után, meg suréke, meg ilyeneket, azok tényleg hasznosak, de úgy a komolyabb dolgokat a többi kereskedőnél vásárolhatod meg. Ezt itt kettő részre választom már. Itt lesz az egyik, itt a másik, itt tökéletesen elég hely nekik. Ez meg lesz akkor egy nagy. Így nő. Így befalazom, hogy szörny, ne jöjjenek be, mert be tudnak. És a NPT-k is csak akkor spawnolnak be, ha rendesen el vannak választva mindenféle veszélytől. Még egyszer volt, hogy egy goblin sereg, ilyen elefántnak kinéző bigyók, megtámadott minket. Amikor Mózesre tudtuk múlti, vagy jó, ez nagyon kemény volt. Ez tényleg brutális volt, így jöttek minden, honnan. Nem csak ilyen egy pár, nem, voltak kb. 20-an hülye vagyok. Egyszer letermeltek ilyen 5-6-an, voltak távharcosok is, tehát mágusok is, voltak közelharcosok is. Meg minden, és akkor dobáltak ilyen drótszerűségeket, amiket ha leraktunk, akkor és beléjük léptek, akkor azok megsebezték őket elég csúnyán. Ilyen védelmi vonalnak jók, de nem maradnak meg örökké sajnos a földön. Idő után úgyis húzza fel egy alapvédelmi vonalat a házam köré. Nem kell. Minek az? A guide nem engedi be a szörnyeket, onnantól kezdve már nem lesz probléma. Úgyhogy egyszer úgyis betállod a helyére, és akkor ő is ott szépen fog átdogálni. Saját kis kamraszerűségére. Na látjátok, már is ott van a slime. Ezért kereszt az egészet befalazni. Hogy ne jöjjenek be a szörnyek nagyon. Meg hát ajtókat is be kell tenni, meg minden. Itt is megcsinálom már rendesen. Majd legyen velük panasz. Itt nincsen befalazva, mondjuk itt nem olyan fog beszpawnolni semmi, mivel hát... itt végig fa van, de... attól még mindegy. Rendben elkészítjük a tárgyakat, amik kellenek. Bench. Nem, workbench, hanem bench. Ja, igen. Nem asztalnak nézd ki. 2-3 kell nekünk. 1-2-3. Ebből pedig most 2, mivel már egyet legyártottam véletlenül. Rendben, ezeket lerakjuk. Itt ezzel. El lesz akkor. Rendben, itt. Rakjuk az ajtót, minden megvan neki, majd bejön egyszer, ha úgy látja, hogy az neki jó. Ez itt egy ilyen furra bevédett hely már. Van fákja, és minden, na itt is lesz fákja. Úgyhogy azonnal még nem jönnek be, de egy idő után már betalálnak. Köszönöm, jó helyen van a szék. Elményt berakjuk, és most már minden tökéletes. Meg vannak védve mindenféle veszélytől. A gáj majd egyszer bejön ide. Majd egyszer. Reméljük. Így az első résznek ennyi elég lett volna, hogy gyorsan építkeztünk néhány dolgot. Következő rész azonnal jön, vagyis hamarosan. Látjátok, a gáj már is megy. No, mennyi is a gáj? Mennyibe? Mindegy.
itt a Space Gun, ez erről beszélt, hogy ezt használja a manát. A Star Cannon, ez ilyen csillagokat lő ki. Hát igen, eléggé durva. 60-as sebez, de nagyon lassú, és ilyen csillagok kellenek hozzá. Ó. Ez nagyon jó, 20%-on megnöveli a manna fegyverek erejét. Ebből benyomsz egy csomót szinte, olyan szinten verhetetlen lesz, hogy csak ne. Jaj, neki dobtam a csillagot. És nem jön vissza. Na jó van. Ez a jössz, ennyi lesz volna a következő rész. Következik addig is. Sziasztok!